Jó volt látni, hogy a KSC Szekszárd három alacsony és két magas játékos szerkezetben is mennyire tud dominálni egy olyan csapat ellen is, amely az Európa Kupa mezőnyének egyik meghatározó együttese, amely a végső győzelemre is esélyes. A Girona ilyen volt, és újítani tudott a negyedik negyedre, hogy megnyerje a negyeddöntő első meccsét Szekszárdon, de a hazai, a szekszárdi oroszlán szív, a vele párosuló koncentráltság, no és McCall Bishop Studerági extra kosaraival a hajrában le tudta győzni a Gironát. Ez nagyobb fegyvertény volt, mint a tavalyi sorozatban a török Hatay itthoni és a lengyel Wroclaw idegenbeli legyőzése. Jokic hitt abban, hogy a folt problémák miatt padra szoruló Studer Ágnes vagy gólpaszt ad, vagy triplát dob. Ebbe mindig hittem, de a legfontosabb, hogy hisz is saját magadban. És ez, amit azért ő kossa a labda varázslány, mert tudja ezeket bedobni. McCall Bishop, Dojkic, Eldebrink légiós kvartett közül a nyáron érkező fiatal horvát irányító Dojkic kápráztatta el legjobban játékával ezúttal a közönséget. 16 pont, 6 lepattanó, 6 assziszt volt a neve mellett. Nem gondolnám, hogy én lettem volna a vezére a csapatnak, mert hogy ezen a meccsen több vezér is volt az együttesben. Ez volt, lehetett a győzelmünk titka, amivel meglephettük a Gironát. Fontos megjegyezni, hogy bátran mertünk játszani, nem nyomott bennünket egyáltalán a tét, egyszerűen élveztük azt, amit csinálunk. Nyilatkozott szimpatikus szerénységgel a meccs egyik MVP-je, aki talán a legjobbját nyújtotta új csapatában, a KSC Szekszárdban. A Girona klasszis bedobója a 16 ponton tartott Murphy is dicsérte a szekszárdi csapatot, de bízott a spanyolországi visszavágón a továbbjutásukat jelentő minimum 7 pontos győzelemben. Mindkét csapat nagyszerűen játszott, a szurkolók fantasztikusak voltak, összességében egy jó mérkőzés volt. Megvolt az esélyünk a győzelemre, de sok büntetőt kihagytunk. A végén 3 pont volt a különbség, így az utolsó dobás fájt nekünk a legjobban. Összességében elégedett vagyok, mindkét csapat nagyszerűen játszott, mind támadó, mind pedig védő oldalon. Élveztem a közönséget és az egész mérkőzést. Jó meccs volt, de meggyőződésem, hogy otthon nyerni tudunk. Védő oldalon mindenképpen jobban oda kell tennünk magunkat, és odafigyelni a lepattanókra, mert most ők sok támadó lepattanó utáni kosarat szereztek, ezúttal jobbak voltak a lepattanók terén, emellett pedig a büntetők terén is javulnunk kell. Ha ez a kettő összejön, akkor képesek leszünk nyerni, ami remélhetőleg legalább 7 pontos lesz, tulajdonképpen az lenne a legjobb. Nem lepett meg bennünket a Szekszárd teljesítménye, erre számítottunk. Tudtuk, hogy van 3 nemzetközi szinten is kiemelkedő játékosuk, Erika Frida és Abby révén, és tisztában voltunk, hogy kemény, agresszív stílusban kosárlabdáznak, no és a közönségük is fantasztikus, magával ragadó. Olyan meccsre számítok az otthoni visszavágón, mint legutóbb a Moszkva ellen. A Szekszárd is hasonló stílusú és erősségi csapat, akkor ledolgoztuk hátrányunkat. Ebben a mi nagyszerű közönségünk is segít majd bennünket a visszavágón, mondta a Girona egyik másodedzője. Fontos megjegyezni, a KSC Szekszárd a Sopron mellett a másik magyar csapat, amely nemzetközi porondon még állva van. Nagyon nehéz játszani ebben a ritmusban. Nagyon nehéz tartani ez a szint, hogy tudunk magyar bajnokságban is jól szerepelni, és Európában is, de próbálni fogunk valahogy.